Gázrobbanás történt Veszprémben. A katasztrófavédelem és a gázszolgáltató munkatársai jelenleg is a helyszínen dolgoznak. És kapcsolunk oda, ott van tudósítónk Ridavics Pál. Szervusz, lehet-e már tudni, hogy mi történt? Az, hogy pontosan mi történt, azt majd a tűzvizsgálat fogja kideríteni. Jelen pillanatban erről még nem nyilatkozik a katasztrófavédelem. Azt minden esetre el tudom mondani innen a helyszínről, hogy vezetékes gáz is be van kötve az épületbe, illetve az épületben találtak két gázpalackot is. Nagy valószínűség szerint ezek közül valamelyik robbanhatott föl. Az épület az gyakorlatilag lakhatatlanná vált, két személy tartózkodott a robbanás közvetlen környezetében, egyikük könnyebben sérült, őt amennyire tudjuk már kiengedték a Veszprémi Csolnoki Ferenc kórházból, a másik sérültet viszont amennyire tudjuk átszállították Győrbe a győri Petszaladár kórházba, ő súlyosabb égési sérüléseket szenvedett. Ahogy már említettem, az épület lakhatatlanná vált, úgy tudjuk, hogy összesen 9 fő az, aki ebben az épületben lakott, több lakás is ki van alakítva ebben az épületben, az épület hátsó traktusaiban. Nemrégiben a helyszínen járt Veszprém polgármestere Porga Gyula, aki azt mondta, hogy intézkedni fognak arról, hogy ez a 9 fő azonnali vagy átmeneti lakhatást kapjon. Egy főről biztosan tudjuk, hogy neki már az éjszaka folyamán egy átmeneti szálláson fognak helyet biztosítani, a többiekről pedig középtávon, illetve hosszú távon fog majd gondoskodni az önkormányzat, ők egyelőre barátoknál, családoknál fogják tölteni az éjszakát, és a következő napokban intézkedik az önkormányzat az ő lakhatásukról. Ridavics Pálnak köszönjük szépen!